Az első részben megismerkedtünk az árfolyamrész fogalmával és mértékével. Most nézzük, hogy ez mekkora terhet, mekkora költséget jelent számunkra. Amiről beszélünk, nem jogi kérdés. Ez ismét elemi számtan. Olyan, mint az 1 meg 1 az 2. Egy ingatlanos példa segít megismernünk az árfolyamrész működését. Minden deviza elszámolási forintkölcsön esetén ugyanígy működik. Sikerült a kiszemelt ingatlant lealkudnunk. Az ingatlan vásárlásához kevés volt a 12 millió forintos megtakarításunk, a hiányzó 10 millió forintot egy bank finanszírozta. 10 millió forintot kértünk, a bank a szerződésünk alapján 10 millió forintot utalt, és mi havonta forintban fizetjük a törlesztő részleteket. Az elszámolás azonban devizában történik. Esetünkben svájci frankban. A tartozásunkat, adósságunkat a bank svájci frankban tartja nyilván. 2007. januárjában vettük fel a kölcsönt, akkor egy svájci frank 156 forintot ért. Az első részben megfigyeltük, hogy az OTP akkor 1% árfolyamréssel dolgozott, az ERSZE pedig 4% árfolyamréssel. Az árfolyamrés azt jelenti, hogy a bank kétféle árfolyammal számol, vételi és eladási árfolyammal. Számoljunk elsőként az OTP adataival. 10 millió forint az utalt összeg, 156 forint a középárfolyam, 1% az árfolyamrés. Az OTP 152,22 vételi árfolyammal számolja ki a kölcsönösszegünk devizában nyilvántartott összegét. 64.425 svájci frank a tartozásunk. Ha a tartozásunkat azonnal ki akarnánk fizetni, akkor a tartozásunk forint értékét már eladási árfolyammal számolná ki a bank. Az eladási árfolyam magasabb, mint a vételi árfolyam. Az eladási árfolyam 156,78. A bank 10.100.503 forintot kérne tőlünk. Ez 100.503 forinttal magasabb, mint amennyi pénzt pár perce kölcsön kaptunk. Ez az összeg az árfolyam részből adódik. Az árfolyam rész hatása egyből jelentkezik, amint utalt a bank. Hatása van a tartozásunk összegére. Most számoljunk úgy, mintha az Erste bankot választottuk volna. A 10 millió forint és a 156 forint középárfolyam nem változott. Annyi, mint az OTP-s példában. Az Erste azonban 4% áréssel számol. Ez négyszerese az OTP árésének. Az Erste-nél a vételi árfolyam 152,88. A kölcsönösszeg ezzel a devizában kifejezve 65.411 svájci frank. Most is számoljuk ki, mennyit kellene fizetni, ha azonnal ki szeretnénk fizetni a kölcsönünket. Mennyi a tartozásunk forintban? Ezt az eladási árfolyammal kell számolnunk. Az eladási árfolyam 159,12. A tartozásunk 10.408.163 forint. A tartozásunk 408.163 forinttal több, mint amekkora összeget pár perccel korábban kaptunk. Ez az árrés költsége. Hasonlítsuk össze a két kölcsön adatait. OTP 64.425 svájci frank tartozás. 100.503 forint árrés költség. Mivel az Erste négyszer nagyobb árést alkalmaz, közel 1000 frankkal magasabb a tartozás, 65.411 svájci frank. Az árés költsége pedig 408.163 forint. A bank alacsonyabb, vételi árfolyammal számolja ki a tartozásunk összegét, viszont törlesztéskor a magasabb eladási árfolyammal számol. Ez a banknak hatalmas haszon, nekünk hatalmas költség. Az első részben láttuk, hogy az árfolyamrés mértékét a bankok állapítják meg. Azt is tudjuk, hogy az OTP megemelte az árrés a duplájára, 1%-ról 2%-ra. A nyilvántartott tartozásunk valójában két részből tevődik össze, az átutalt kölcsön összegből és az árfolyamrésből. A kölcsönt természetesen nem azonnal fizetjük vissza,
hanem hosszú évek alatt. A törlesztő részlet fizetésével csökken a tartozásunk összege, és a törlesztő részletben fizetünk a pénz használatáért, kamatot és különféle költségeket is. A kamatot és például a kezelési költséget a teljes tartozásunk összegére számolják a bankok. Vagyis az árfolyamrés után is fizetünk kamatot és kezelési költséget. Gyakorlatban a korábban kiszámolt ár és költségének többszörösét fizetjük vissza a kamat és az árfolyam emelkedése miatt. Erről majd később bővebben. Az árfolyamréssel megnövelte a bank a tartozásunk összegét, ezt a kölcsön összegével együtt hosszú évek alatt kamatosztól fizetjük vissza. Ha a frank árfolyama változik, akkor nő az árfolyamrésünk költsége is, mivel része a tartozásunknak. 2010 őszén fogadott el a parlament egy törvényt, amely előírta a bankoknak, hogy a deviza elszámolású forintkölcsönök egy részénél, például lakásszíló kölcsönök, középárfolyammal számoljanak a bankok. Vagyis a bankok nem használhatják a számításnál az eladási árfolyamot 2010. novembere óta. Az adósok jelentős része azonban továbbra is eladási árfolyammal számolt részleteket fizet. A harmadik részben megnézzük majd a THM és az árfolyam rész kapcsolatát. Addig a fenti példák alapján számoljátok ki, hogy a kölcsönök felvitelekor egyből mekkora ár is jelentkezett nálatok. Tarts szem előtt, ha nem tudod kiszámolni mennyi 1 meg 1, akkor becsapnak.